fideszes leleményesség és cinizmus tényleg nem ismer határokat, mert elvileg támogatják a vizsgálóbizottsági indítványnak a megtárgyalását, elfogadását, csak éppen behekkeltek az Alkotmányügyi Bizottságon egy olyan módosító javaslatot, amelyik hazug módon azt jelenteti ki a parlamenttel, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a vizsgálóbizottság tárgyában büntető eljárás van folyamatban, tehát megalakulni csak akkor fog a bizottság, hogyha a büntető jogi felelősségre vonás megtörtént. Hát ez egy ordinári nagy hazugság. Itt van nálam a vizsgálóbizottsági indítvány, amire Ángyán képviselőtársammal kezdeményeztük a vizsgálóbizottság felállítását. Azokban a kérdésekben nincsen büntetőügy folyamatban. A következő a vizsgálat tárgya. A NAV kiemelt adózók igazgatóságánál, illetve elődjénél feltárt törvénysértések elvégzett törvényességi vizsgálatok. Pontosan arról van szó, a horvát jelentés meg arról szól, amit nem tártak fel, tehát fogalmilag kizárt, hogy ezekben az ügyekben büntetőeljárás legyen folyamatban. A kiemelt adózók által befizetett adó náluk feltárt adóhiány velük szemben alkalmazott szankció, illetve mindezek összehasonlítása a kisebb cégekre vonatkozó hasonló adatokkal. Ez a B pont köszönő viszonyban nincs semmiféle büntetőeljárással. Ez egy elemző, összehasonlító munka, amit a parlament, amikor ellenőrzi a végrehajtó hatalmat, azt gondolom, hogy joga és kötelessége megtenni, és egyébként pedig történt-e egyedi ügyekre kiterjedő intervencia a kormány tagjai, kormányzati tisztviselők, képviselők részéről, stb. 2002 és 13 között. Tehát a Fidesz úgy tüzette napirendre ma a vizsgálóbizottság kérdését, hogy beraktak egy olyan módosítójavaslatot, amelyik azt jelenti, hogy ez a vizsgálóbizottság soha nem fog megalakulni, a Fidesz nem akar tiszta vizet önteni a pohárba. Tehát miközben egyik kezével pénztárgépügyben agyonsújtja a magyar kisvállalkozásokat, kiskereskedőket, a másik kezével viszont fedezi azokat, akik adott esetben több ezer milliárdot képesek voltak az elmúlt években kiszivattyúzni a magyar nemzetgazdaságból. A pénztárgépes határidő hosszabbítási javaslatunknál nem járultak hozzá a házszabálytól való eltéréshez, nem lehet kitolni június 30-áig ezt a határidőt, miközben a vizsgálóbizottságot úgy akarják létrehozni, hogy az valójában ne jöhessen létre.